Néhány napja megkérdeztük olvasóinkat, hogy vajon mi okozhatta a képen látható olajfoltokat a 86-os főúton. Érkezett tipp mezőgazdasági gépre, repülőre, autómentőre felhúzott autóból kicsöpögő olajra, álló kamionok alatti olajfolyásra is. A valóság azonban sokkal egyszerűbb. Ezeket az olajfoltokat ugyanis nem gépek terítették az úttesten, hanem emberek. Olyanok, akik közel mentek a roncsokhoz, vagy a mentés, vagy a helyszínelés miatt. Ők léptek bele a gépjárművekből kifolyt olajba, majd a cipő talpukon széthorták azt, a nedves aszfalton pedig ilyen elfolyt nyomok maradtak utánuk. Köszönjük mindenkinek, aki tippelt, és reméljük a megoldás egyszerűsége ellenére érdekes adalékkal szolgáltunk. A végén még egy érdekesség, ami ez a helyszínhez kapcsolódik. Nem egy olyan balesetnél voltunk, ahol az ütközésnél biztosan senki sem sérült meg, később azonban mégis mentőt kellett hívni a helyszínre személyi sérülés miatt. És most nem azokra az esetekre gondolunk, amikor valamelyik fél ököllel bizonygatja a vélt igazát. Előfordul, hogy valakit a kitört üveg vagy az éles alkatrészek sebesítenek meg, amikor óvatlanul hozzájuk nyúl. Volt, aki a zárokba esett bele idegességében, vagy olajfolyton esett hanyatt és beverte a fejét. Ennél a balesetnél valaki úgy gondolta, hogy a sérült lökhárítót inkább leveszi, nehogy elhagyja út közben. Mi sem egyszerűbb annál, mint hogy megfogja és letépi, ahogy ez a filmekben is látható. Nos, ebben az esetben az utasok mentették meg a férfit attól, hogy hanyatt essen, kezében a harmadik erőteljes rántásra engedő lökhárítóval. Szóval csak óvatosan a baleseti helyszíneken, hiszen olyasmi is rosszul sülhet el, ami elsőre jó ötletnek tűnt. Ne találkozzunk az utak mellett, balesetmentes közlekedést kívánunk!